Gyerekenként akár több tízezer forintba is kerülhetnek az iskolatáskákba, toltartókba és tornazsákokba való eszközök. A legtöbbet az általános iskola első osztályába készülő kisdiák felszereléséért kell fizetni. Sok család pénztárcáját mindez rendkívül megterheli, ebben a helyzetben nagy segítséget nyújtott az az egyszeri 5800 forint, amelyet a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők kaptak augusztusban. A rászorulók a tankönyveket is ingyen kapják. Ezt a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény felsorolja pontosan. Ide tartozik a tartósan beteg, a halmozottan fogyatékos személy, a súlyos tanulási problémákkal jelentkező személyek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a három illetőleg több gyermekes család. Egy tavaly készült felmérés szerint több mint 500 000 jogosultak ilyen állami támogatásra. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők az általános iskolában ingyen étkezhetnek, a középiskolások 50%-os kedvezményt kaphatnak. Szeptemberben országszerte körülbelül 800 000 kezdik el, illetve folytatják az általános iskolai, 600 000 pedig a középiskolai tanulmányaikat. A tanulólétszám a tavalyi évhez képest mintegy 20 000-rel csökken.